Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! A szekszárdi születésű költő-író Babits Mihály születésének 136. évfordulóján az alkotó szülőházában tartottak megemlékezést. Az ünnepséget a Vosinski-Mór megyei múzeum szervezte, Hódor János igazgató azt mondta, fontos, hogy a város időről időre megemlékezzen nagyjairól, fenntartva ezzel a kapcsolatot a generációk között, és ápolják a további kutatásokat. Az ünnepség keretében Németh Judit, nyugalmazott könyvtárigazgató mondta el gondolatait és emlékeit a költőről, színesítve ezt Babits lirájával. Az ünnepség alkalmával a költő nevét viselő intézmények és kulturális intézmények képviselői is megkoszorúzták a Babits ház udvarán álló szobrot, Farkas Pál alkotását. Keresztútnál, hol túlcsapott csant máskor, most por füstölg eléd, izzadtan áll meg, s levest locsant az ebédet vívő cseléd, édes az otthon. Egyedi tervezésű okos bútort nyertek a szekszárdi első Béla gimnázium diákjai az MVM pályázatán. A gyerekeknek azt kellett bemutatniuk, miért is lenne nekik igazán hasznos a különleges építmény. A pályázati lehetőség hallatán a szekszárdi gimnázium három diákja azonnal összefogott. Mutat egy királyjelet. Rákóczi Ferivel, az ismert rádiós műsorvezetővel együtt próbálták ki először a gyerekek az MVM pályázatán nyert okos bútort a szekszárdi első Béla gimnázium udvarán. A kemény fából készült fedett, így esőben is használható, padokkal felszerelt és napelemmel működő bútor nem csak világít, de mobiltelefont is lehet vele tölteni. Az MVM pályázatának köszönhetően az ergonomikus okos bútorokra az ország iskolái és egyetemei pályázhattak. A szekszárdi első Béla gimnáziumból az ott tanuló Csizmazia Dórának jutott eszébe, hogy megpróbálja megszerezni az iskolájának a bútort. A feladat az volt, hogy levélben foglalja össze, miért lenne nekik igazán hasznos a berendezés. Több helyről hallottam, hogy milyen jó ötlet ez a pályázat, hogy az iskoláknak megírtuk ezt a pályázatot, amit beadtunk az igazgatónőnek, ő pedig nagyon nagy örömmel fogadta tőlünk ezt a kis fogalmazást. Két héten belül pedig érkezett az eredmény, hogy megnyertük ezt a kockát. Nagyon örültünk, hogy maradandót tudtunk úgymond alkotni iskolánk számára, és azért is nagyon fontos, mert iskolánk örökös ökoiskola tavaly szeptember óta, illetve nagyon fontos iskolánkban a geoinformatika, és ez szinte mind a kettőt ábrázolja, hiszen teljesen zöld energiával működik, illetve ugye eszközeink töltésére is alkalmas. Egy pillanatra elkanyarodva a pályázaton nyert okosbútortól érdemes szót ejteni az előbb Dóra által említett az első Béla gimnáziumban folyó geoinformatikai képzésről. Ebben az iskolában már évek óta folyik geo, vagyis térinformatikai képzés. Ennek során a diákok a legkorszerűbb robotokkal, vagy például 3D-s nyomtatóval is dolgozhatnak. A navigációs rendszerek fejlődésének és az okos eszközök terjedésének köszönhetően az informatikának ez az ága egyre meghatározóbbá válik, és a korszerű számítástechnikai képzés egyik legfontosabb eleme. De nem csak az informatika oktatás folyik különösen korszerű keretek között ebben az iskolában. A tantermekben található digitális tábláknak és projektoroknak köszönhetően ugyanez mondható el például az idegen nyelvű órákról is. De kanyarodjunk most újra vissza az okosbútorhoz. A megnyeréséhez szükséges pályázat összeállításában ugyanis két diáktársa is segített Dórának. Egyikőjük a gimnázium kollégiumában lakik. Ő azt mondja, különösen örül az okoskockának, mert a többi tanulónál lényegesen több időt tölt az iskola falai között. Magyar tanárunk felajánlotta az osztálynak,
hogy részt vegyünk ebbe a pályázatba, és hát végül én voltam az, aki feltette a kezét, hogy szeretne jelentkezni. Mivel én is kollégista vagyok, így a hetem nagy részét itt töltöm, és ez alatt az egy év alatt, amit itt töltöttem a gimnáziumban, én úgy láttam, hogy a diákok is örülnének egy ilyen okos bútornak, és mivel sok tanuló kollégista, ott is körbe lett kérdezve, hogy ki az, aki örülne egy ilyennek, és nagyon sokan azt mondták, hogy örülnének neki, mert a szünetben, amíg kijöhetünk, le tudnának ülni, beszélgetni, telefont tölteni, és valahogy talán jobban építenek kapcsolatokat a diákok között. A hagyományos magyar nyelv és irodalom oktatás mellett a Szekszárdi első Béla gimnáziumban a diákok a színészet fortéjaiban is elmélyülhetnek, az iskola színjátszókörének köszönhetően. Arra születtem, hogy felnőtt is legyek. És most újra térjünk vissza a néhány napja az iskola udvarát díszítő okoskocka megszerzéséhez. Ehhez ugyanis arra volt szükség, hogy a pályázatot író három diáklány felossza egymás között a munkát. Volt, aki az ötletekért felelt, és volt, aki a szöveg megírását és stilizálását vállalta. Már az elején, amikor a magyar tanárom behozta ezt a pályázatot, én nagyon megörültem a lehetőségnek, és azt gondoltam, hogy mindenképpen élni szeretnék ezzel, mert hát ki ne örülne egy ilyen gyönyörű bútornak az iskola udvarára. És már hazamentem, és egyből elkezdtem írni a pályázatot, és teljesen belemerültem ebbe a témába. A lányok összehangolt munkáját a pályázatot kiíró MVM-nél is díjazták, így az országban kihelyezett négy okos bútor közül egy a Szekszárdi első Béla gimnáziumba kerülhetett, amit az ott tanuló diákok azóta már nap mint nap használhatnak is. A családi, a céges és az állami ünnepek protokoll szabályairól tartott a tőle megszokott csípős humorral átszőtt fergeteges előadás Szekszárdon Görög Ibolya. A protokoll szakértő azt mondja, az ajándékozásnak is megvannak a maga szabályai, ahogy annak is, hogyan kell egy többfogásos vacsorát végigülni. Több százan voltak kíváncsiak Görög Ibolya protokoll szakértő előadására Szekszárdon. A Babits Mihály Kulturális Központ színház termében folyamatosan felkacagott a közönség, mert a szakember még egy olyan témát is, mint az állami és a magán ünnepeken való viselkedés, humorosan és lebilincselően tudott előadni. A 71 éves protokoll szakember nem a levegőbe beszél, a miniszterelnöki hivatalnál dolgozott protokollosként 11 évig. Előadásában kitért az állami ünnepekre is, jelezve, hogy a nemzeti színű szalag elvágása hogyan helyes, és miért óriási hiba, ha az lelóg a földre. Ami meg a piros-fehér-zöldet illeti állami jelképeink, gyerekek, mit tudnak csinálni? Az a törvény védi. A piros-fehér-zöld az nem ér, az erkölcsi védelem nem érhet le a földre. Mikor szalag átvágása, most állandó a szalag átvágása, minden szalag átvágása. Egy tévébát, hogy a úszodát úgy adtak át, hogy a medence hosszában volt a szalag, és ott álltak 74-en, hogy egy darabot már is ott, meg maga egy darabot. Mit csinál vele utána? A szalag vége meg leesik a földre. A protokoll szakértő a tőle megszokott stílusban kifejtette, hogyan és mivel illik felköszönteni névnapján a cégvezetőt. Szerinte ezt ne egyenként tegyük meg, hanem a kollégákkal együtt. A jelenleg írással és tanítással foglalkozó szakember azt is elmondta, hogy az üzleti partnereknek ne személyesen adjuk oda a karácsonyi ajándékokat, mert kínos pillanatok elé nézhetünk. Higgyék el nekem, hogy december már erre senkinek nincs ideje, mert évzárás van, ez van, az van. Ez borzasztó megyünk. Tehát egy pár perc. Na jó, akkor holnap után akkor 12:40-re, és akkor lesz 20 percünk. Köszönöm. Jó napot kívánok. Hát akkor egy pár percet. Hát foglaljon helyet, köszönöm szépen. Iszik egy kávét. Hát én nem, én már csak azt szeretném, hogy boldog jövőt kívánok. Köszönöm. Még egy kávét. Nem, inkább bemegyek között. Borzasztóan kínos, mind a két fél részben nagyon-nagyon kínos. Higgyék el nekem, hogy elegánsabb, ha ezt küldik. Mert akkor ő az idejét sem veszem el, meg ez az ilyen, hát foglaljon helyet, köszönöm. Szóval az legalább az egy kicsit úgy elmúlja. A ajándéknak december 31-ig meg kell érkeznie,
Mert ha én kapok január 4-én egy asztali naptárt, akkor azt mondom, hogy na, fussa! Ugye kétes ember ikessége, marad nekik. A húsvéti locsolók fogadásának is megvannak a maga szabályai. Görög Ibolya elmondta, milyen csekélységgel érdemes viszonozni a locsolást, és mivel érdemes megvendégelni a hozzánk érkező fiúkat. És ha már közeleg a karácsony, akkor az ajándékozás illem szabályai sem maradhatta ki az előadásból. Nem az a lényeg, hogy mit adok, hanem hogy hogyan adom. Tehát az, hogy csak én, ilyet csak én tőlem kaphatsz. Ezt a csomagolással tudom megoldani. Tehát valami olyan, egy dobos csoki is olyan papírba, kicsit meghúzva, meg olyan kis rafiával, meg egy kis szálfenyőt. Lehet úgy csomagolni, hogy annak a csomagolásnak legyen lelke. Azon belerakom egy zacsikot, lesz a fogja, hát annál illetlenebből kevés van. A céges karácsonyi partikon való viselkedés, evés, ivás, bemutatkozás szabályai sem hiányozhattak Görög Ibolya előadásából. Alapszabály, hogy az állófogadáson állva egy villával kell megenni az általunk kiválasztott ételeket, és nem illik leszopogatni a fogpiszkálót, miután a falatkát a szánkba vettük. Az előadáson szóba kerültek a karácsonyi menük sora, az alkoholos italok és fogások helyes sorrendje, és természetesen az ünnepi öltözék is. A vendégeket sok helyen arra kérik, hogy vegyék le a cipőjüket, Görög Ibolya szerint helytelenül. Szerinte ez méltatlan helyzetbe hozza az ünneplőbe öltözött társaságot. Ilyenkor szerinte kivételt kell tennie a házigazdának. Ilyen karácsonyi vacsorának föl is kell szépen öltözni. Még csak a szűk családban is együtt, az ünnepet tegyük ünnepé azért, hogy ne a tréningruhába, atletikába. Papucsba üljön oda, hanem valahogy legalább egy nadrág, meg egy ingazon a férfi. Tehát nem kell itt, mit tudom én, milyen öltöny megcsokolnak elő, de legalább egy picivel jobban nézzen ki, minden ilyesebb, mint az ára. A protokoll szakértő végül különféle tanácsokat adott, hogyan lehet illedelmesen, de határozottan hazaküldeni a vendégeket, és véget vetni egy partinak. Magyarországon a 16. században nyomtattak először magyar nyelvű Bibliát Vizsolyban. Az első magyar nyelvű szentírás Károli Gáspár nevéhez fűződik. Ennek a keletkezéséről tartott előadást Medinán Szabó András irodalomtörténész az érdeklődőknek. A kereszténység írott emlékei egészen az ókorig vezetnek vissza minket. Az Ószövetség és az Új Szövetség keletkezéséről számos történet maradt fent. Legalább ekkora jelentősége van a középkorban a római katolikus egyház életében a reformációnak és az ellenreformációnak. Ugyanis előbbinek köszönhetően támadt igény arra, hogy a hívők anyanyelvükön olvassanak Bibliát. Az első magyar nyelven íródó szentírás Károli Gáspár nevéhez fűződik. A történelmi esemény részleteiről és fontosságáról tartott előadást Medinán Szabó András irodalomtörténész. Hát a Vizsolyi Biblia az első teljes magyar Biblia fordítás. Az a jelentősége, hogy az összes többi, későbbi Bibliát ennek alapján adták ki, tehát ez volt az alap, ezt javították, ezt adták ki, és évszázadokon keresztül ezt a szöveget használták, és hát ez lett a legtöbbször kiadott és legnagyobb példányszámban kiadott magyar könyv. És óriási nagy hatással van a magyar nyelvre is, meg a magyar irodalomra is. Tehát ez jelenti igazából a Vizsolyi Bibliának a jelentőségét. A Biblia fordító hagyományosan oda van írva ugye a Bibliának az elejére, hogy Károlyi vagy Károli Gáspár. Nagyon keveset tudunk igazából a Biblia keletkezési körülményeiről, mert nagyon szerények voltak a fordítók, mert többen voltak. Azt tudjuk, az előszóban megírja Károlyi, hogy többen fordítottak, de nem nevezi meg őket, úgyhogy csak találgatunk igazából, hogy kik lehettek. Egy ilyen munkacsoport, amely felosztotta egymás között a Bibliának a részeit, és aztán a végén az egészet egybeszerkesztették és kinyomtatták. A Vizsolyi Biblia keletkezésének a körülményei tisztázottak, jelentősége elvitathatatlan a magyar irodalomtörténet szempontjából. Kutatása mégis izgalmakat tartogat az irodalomtörténés számára. A Bibliának nem csak a magyar irodalom történetre van nagy hatása. A középkori államok mind-mind a Biblia tanításai alapján szervezték mindennapi életüket. Ez szabta meg az együttélés normáit. A Bibliának nagy szerepe van abban, hogy Európa akkor is és ma is olyan, amilyennek ismerjük. Arról van szó, hogy a reformáció az kitűzte célként az, hogy Bibliát kell fordítani anyanyelvre, és lehetőleg minél több ember kezébe odaadni. Persze még kevesen tudtak írni, olvasni viszonylag. De a célt akkor is kitűzték, és ráadásul úgy fordítottak Bibliát, hogy próbáltak visszamenni a Bibliának az eredeti
héber görög szövegéhez. És hát egymás után jöttek a bibliafordítások, ugye először Luther lefordította a németre, és utána Európában, ahol a reformáció elterjedt, mindenütt jöttek az új bibliafordítások, és így volt ez Magyarországon is. Tehát többen megkísérelték, és a végül Károly Gáspárnak és a társainak sikerül így nagyjából 1586-ra elkészíteni egy teljes szöveget, és néhány év szerkesztés után ezt nyomtatják ki aztán a Vizsonyi nyomdába 1590-ben, és így lett tulajdonképpen az első teljes Bibliánk. Azonban a Bibliának a mai fordításához kevés köze van a Vizsonyiban fordított példányhoz, hiszen az évszázadok folyamán a nyelvújításnak köszönhetően átalakult a szöveg is. Ez egy óriási nagy szöveg. Igazából, amit ugye az ókorból örököltünk, és alapvetően meghatározza az európai kultúrát, tehát ez a zsidó-keresztény kultúra, ami Európát Európává teszi, ennek az alapszövege igazából a Biblia, és emiatt jelentős, hogy sikerült végül egy teljes szöveget létrehozni 1590-ben, magyarul is. Az eredeti Vizsonyi Biblia szöveget évszázadokon keresztül mindig javították, tehát újra és újra kijavították ezt a szöveget, és hát 1908-ban adták ki tulajdonképpen az utolsó úgynevezett Károli Bibliát, ami még az eredeti fordításon alapszik, de az is már eléggé távol áll tulajdonképpen az eredeti szövegtől. És hát ami most kapható, mint Károli Biblia, az általában ez az 1908-as javítása a Vizsonyi Biblia szövegének. A Károli Bibliát az 1500-as évek végén nyomtatták a mai Szlovákia területén Vizsolyban. A reformáció nagy szerepet játszott abban, hogy a magyaroknak is legyen a 16. század végére már saját nyelvre lefordított szentírásuk. 18. alkalommal szerveztek Zombán gasztronómiai estet és bált a helyi sportcsarnokban. Idén is számos asztalnál kóstolhattak hagyományos és újszerű receptek alapján készült ételeket a résztvevők. A település gazdag hagyományaiból ízelítőt nyújtó 18. gasztronómiai est ezúttal is nagyon népszerű volt Zombán. A rendezvényen sütött főzött Zomba testvér települései közül Alsószeli és Orosháza. Emellett például összehasonlítható volt a székely és a sváb töltött káposzta, de azt is megtudhatták a résztvevők, hogy mi a punya. Ha nem tudják, akkor mi most eláruljuk. Ez a roma kisebbség kenyere. Hagyományos ételekkel készítünk a lecsóval, marha pörkötet és mindegyik csípős, meg a punyával. 6 kg lisztből készült a 2 punya, só, liz, élesztő, és most ám úgy csináltam, hogy olívaolajjal, zsír helyett. Most frissítettünk, úgy jutottam egyet rajta, és ilyen szép gyönyörű lett. Nagyon finom tőle. A lecsóban? Hagyma, paradicsom, merős paprika, törött paprika, só, zsírral készül. Nálunk az a lényeg, hogy a zsír meg az erőssége, a színe meg legyen a lecsónak. Paradicsom legyen benne bőven, hagyma, erős paprika, és marha pörköltbe is. Zsírra teszem oda, jó sok hagymával, gyönyörű törött paprikával szokom mindig. A paprikát nézem mindig, ha megyek a piacra. Milyen a színe? Kacsasültet is csináltunk, az is meg van díszítve narancssal, erős paprikával, lila káposztával. Jó fokhagymással megsütöttem a libacombokat. Több népcsoportban is megfigyelhető volt, hogy a generációról generációra átadott receptek alapján készítették ételeiket, amit a mindennapi életben nem, hanem főként ünnepek alkalmával fogyasztanak. Főleg ünnepekkor, húsvétkor, meg ha valakinek születésnapja volt, meg nem csak akkor is ették ezt, tehát amikor valaki meghalt. Akkor is nagy torvacsorákat csináltak a romák. Nagyon sokat kapok, hogy nagyon finom volt, és csak alig várják, hogy mi hozzánk jöjjenek enni. Bokrásnapokon is ott szokunk lenni,
és ott is mindig mondják, hogy alig várják, hogy rengetegen jönnek hozzánk enni. És akkor így gondolunk karácsonyra is mindig. Karácsonyra meg a töltött káposzta, kunyával, kaláccsal várjunk úgy a vendégeket, a hátrányos helyzetűeket. A Zombai Hagyományőrző Egyesület idén a fiatalokra és az egészségre koncentrálva hozta el kínálatát. Az Hagyományőrző Egyesület az idén fiataloknak készült inkább étkekkel, azaz olyan ételekkel rukkoltunk elő, ami a hagyományokat is őrzi, de fel van újítva. Ez ilyen például a krumplis nudli, de tejszínes csirkével, vagy a krumplis nudli tejszínes milánóival, de maradtunk az annál is, hogy ha valaki például mindenmenteset szeretne, akkor van csirkeragú, ami csak zöldséggel készült, és egy kis édességet hoztunk még az idén. Nehéz felmérni, hogy hányan lesznek, mert ez az a rendezvény, ahol nem lehet asztalt foglalni, hanem érkezés sorrendben, ahogy jönnek, de én bízom benne, hogy az elmúlt évekhez képest is legalább ugyanannyian leszünk. Az országos év vállalkozója díj Tolna megyei díjazottjai között voltak, hogy nagy tisztelettel köszöntsük a Tolna megyei díjazottat, nagy lajosos kedves feleségét, Marcsikát. A régi törzsgárda van itt ismét 2019-ben, és ez a 18. alkalom, amikor ezt a gasztronómiát rendezzük. Nyilván a kezdet az sokkal szerényebb volt, és hála Istennek itt a vendégsereg, meg a kínálók is szaporodtak, hogy az idei évben is 10 kínálónk van. Valóban itt van a zombai civil szervezeteknek egy része, a nemzetiségek, és itt vannak a testvér településeink, meg a szomszéd településekből baráti körök, így jön össze ez a 10 kínálóasztal. 2011-től bálozunk, ugyanis 2011-ben sikerült átvenni ezt a csodálatos sportcsarnokot, és így most már bálozásra is teret nyertünk, hogy így mondjam. Addig a műfejlődési házban volt ez a gasztró, de azt kinőttük, hála Istennek. Itt pedig adódott lehetőség arra, hogy a gasztronómi estet megtoljuk egy bállal, ami hát egy iszonyú nagy tömeget vonz, hát majd megláthatjuk, hogy nagyon sokan leszünk itt ma is véletileg, illetve ma látjuk is, hogy telnek az asztalok. Ennek nagy része a bál miatt jött, de mivel összekötött a gasztronómiával, így mindjárt kóstolhatja is a kínált ételeket, hiszen az egész rendezvénynek a neve, vagy címe, vagy a szlogenje, hogy az ízek világa Zombán. A Nagy Lajos az év vállalkozója címét nyert el Tolna megyébe. Ez egy hatalmas dolog, hogy azon mai gasztronómián képviselik magukat. Itt 18 évvel ezelőtt egy nagyon szűk körbe, tulajdonképpen egy németországi testvér település fogadása akropójából jött létre ez a bizonyos gasztronóm. Akkor találtam ki, hogy hát ha fogadjuk egyszer a németeket, a testvéreinket, akkor valamit próbáljunk produkálni, és akkor csupán 4 asztalunk volt, a Zombát képviselő 4 nemzetiség, illetve népcsoport, ugye, mert a székelyek nem nemzetiségek, meg hát a magyarok is, a németek, a romák, a székelyek és az ős magyarok. Így terítettük az asztalt, hát a művelődési ház majdnem megtelt akkor, következő évben ugye az első évnek jó sikerült rendezvény hatására teljesen megtelt, és a harmadik évben már fizetőssé kellett tenni, hiszen tódultak be, hát voltak olyanok is, akik hát nem egy ilyen rendezvényre valók, így, hogy fizetős lett a rendezvényünk, így azért kicsit próbáltuk a szitán szűrni a tömeget, de nagyon-nagyon zsúfolt volt már a művelődési házunk. És hála Istennek, mint említettem, 2011-ben felépült ez a csodálatos sportcsarnok, és akkor felköltöztünk ide. Tehát építődik, évről évre mondhatnám azt, hogy többen vannak. Hát volt már úgy, hogy ez a sportcsarnok is szűknek bizonyult. A finom falatok mellett a gasztronómia másik fontos eleme az ital. Ez sem maradhatott el. A szokás szerint egy finom étel mellé egy jó pohár bor dukál. A megjelentek helyi borokat kóstolhattak a rendezvényen. A gasztronómiához hozzátartozik az ital is, és ugye hát jó magyar szokás szerint az italban mi bort kínálunk, hiszen a zombai borászat, zombai borvidék tulajdonképpen a szekszárdi borvidéknek a része, tehát szekszárdi borokat kóstolhatnak itt a zombai gasztronómián, amit zombai termelők állítottak elő, készítettek.
Ennek is nagy sokára szokott lenni, hiszen vagyunk többen itt, akik borászkodunk. Azért mondom, hogy vagyunk, mert az egyik kínáló éppen a saját tulajdonom, illetve a Misoszki Béla barátom van, aki most kifejlődött, és már a 21. század technológiájával készíti a borokat. Hát az ennyi meg azért lesz különleges, mert én meg átmentem bióba. Tehát gyakorlatilag itt két műfaj, egy 21. századi, illetve egy visszaredukálódott biotechnológia találkozik, ahogy tetszik. Az Ízek Világa elnevezésű gasztronómia esten több száz zombai lakos vett részt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!